Szép jó napot kívánok! Önök a Heti TV-t és a Pilpult látják. Most is fogunk beszélgetni a heti szakaszról, meg sok minden másról, legalábbis remélem. És nagy szeretettel köszöntöm Kardos Péter főrabbi urat. Szervusz! Szervusz! Mielőtt belekezdenénk a heti szakaszba, arra kérlek, hogy meséld el, hogy a ti hanukai rendezvényetek milyen volt. Láttam képeket. Én ugye szerettem volna elmenni, de végül teljesen összedőlt aznapra minden, amit terveztem, úgyhogy otthon kellett maradnom, de kíváncsi vagyok, hogy milyen volt. Miután ez volt az első hanukánk a templom leégése után, ez különlegesen ünnepélyes volt, nagy siker volt, minden, bármilyen műsor is volt, tehát a műsornak is sikere volt, az áhítat is kellő volt, az ünnephez méltó. Én magam, de ez szubjektív dolog, egy kicsit rosszul éreztem magam, nem azért, mert Zuglóban, bárhol vagyok, voltam az elmúlt napokban, mindenütt rosszul éreztem magam, mert túlságosan a szívemre vettem a paradigmaváltást, amit most úgy hívnak. Na, tessék akkor. Elmúlt 80 évben nekünk azt tanították, utána mi is azt tanítottuk, hogy a hanuka központjában a szentély újjáépítése, újra szentelése, a görög megszállók legyőzése, a tenyérnyi sereg Makabi által. Most az utóbbi hónapokban nagyobb hangsúlyt kapott, hogy tulajdonképpen ezt nem is lehet a szeretet ünnepének nevezni, mert zsidó polgárháború zajlott, zsidók harcoltak zsidók ellen, és ölték egymást. Most erre ment át a hangsúly, mégpedig a hithű zsidók kontra harcba, az asszimilált zsidókkal. Az elgörögösödött polgár zsidókkal, a hellenizálódott polgár zsidókkal háborúba, illetve polgárháborúba keveredtek, és tulajdonképpen most néhány hónapja ez került a középpontba, amiről én 80 évig eleinte semmit, első évtizedekben, utána ilyen mellékmondat utalások, de az mégis a szentély fenn, mégis a monoteizmus megmentése, ez volt a középpontban. Az idén több helyen, ahol voltam, ez került a paradigmaváltás jegyében. Ennek szerinted mi lehet az oka egyébként? Muszáj szóismétlést. A paradigmaváltás, amit nekem kedves egy mostani másik műsorvezető, egyetem műsor szereplő társam, mikor bármit reklamálok, hogy de hát mi azt tanultuk, hogy a Tóra, ne felejtsd, Péter, paradigmaváltás van. Na most minden, ami eddig volt, az elavult, most új magyarázatok láttak napvilágot, és már a jövő generációja erről tanul, és ebben a szellemben nevelkedik, aki nevelkedik ebbe a szellembe. Csak kérdezem, szerinted ez mennyire és miért nem jó, ha nem jó egyáltalán? Hát, mint rendesen, gyakran idézek a hegedűs a háztetőből, amikor ott kihúznak egy téglát, mondja a reptevje, és akkor összeomlik az épület a hagyományból. Igen. Én ma úgy látom, hogy már téglasorokat húznak ki, úgyhogy nyilván új épület kezdődik, épül, és a geder lebontását már azzal nem is foglalkoznak. Ugye a geder ez, amit a rabik egy kerítést húztak a Tóra köré, hogy még csak el se jusson az ember a Tóra törvénynek megszegéséig, és azt mondták, hogy ez a kerítés ugyanolyan kötelezően betartandó, mint a Tóra parancsa. Gyerekkorunkban mindig az volt a példa, hogy hát villamost azért nem szabad villamosozni szombaton, mert ha elromlik a villamos, fennáll a veszély, mi megjavítjuk. Hát az sem lehet, az munka már. Na most ez a geder. Most már a gedert simán némelyek átugorják, nem bontják le, és hát elavultnak tartanak néhány olyan biblia magyarázatot, vagy azoknak sokasságát, amiben mi felnőttünk. Értettem. Jó, van, létezik paradigmaváltás, de vannak... Szerinted is? Most ezzel nem fogunk
vitatkozni, de én most fölépítettem egy koncepciót, mintha megint összebeszéltünk volna. Mert 80 év alatt ezt a szót én sose hallottam. Én ezt többször hallottam már az elmúlt 5-10 évben. De én most vallási értelemben gondolom, nem a rendszerváltás, az is paradigmavált. Most a zsidó valláson belül paradigmaváltás, úgyhogy... Azt hallottam én is, tehát hogy a hanukai történetnek ezt a felfogását én ezt hallottam, és mint a mindenkori történelem iránt érdeklődő ember számára ez egy érdekes gondolat volt. Ugyanakkor az is igaz, hogy ha ezt egy bármilyen típusú vitának fogjuk föl, akkor én nem tudnék ebben nyugodt szívvel állást foglalni. Hogy most például Kokáért, ha feltételezzük azt, hogy ezt a polgárháborús szituációt, hogy melyik fél, a két fél közül melyiknek és miért van, illetve nincs igaza. Tehát én ebbe ennyire nem vagyok okos fiú, szoktam mondogatni. Hát akkor kellett volna élni, hogy ezt meg tudjuk ítélni. Most ennyi ezer év után visszavetítve, az biztos másképp látjuk. De akkor visszatérve, hogy ugyan van, vagy nincsen, de akkor beszéltünk a paradigmaváltásról, de vannak fix pontok is. Ezek a heti szakaszok, ezek fix pontok. És mi két heti szakaszát olvassuk a héten, engem ebben több dolog is, persze hát könnyű ezt mondani, mert azért én ezt igyekszem követni, meg utána olvasni. Több dolog izgat. Ugye itt ebben a heti szakaszban József bennül a börtönben, álmot fejt, és ugye megkéri, és ez nagyon érdekel engem, megkéri a nálánál előbb szabaduló főpohárnokot, hogy hát tulajdonképpen, ha már megfejtettem ezt az álmot, akkor járjál közben mondjuk úgy az érdekemben. Tehát, hogy tegyed szóval, hogy itt van ez a kis fiú, aki álmot fejt, akinek esetleg sokat lehet majd később köszönni. Engem az érdekel, hogy lehet is érdemes így más ember közbenjárását kérni, vagy tehát a protekciót, vagy akár így is lehet fogalmazni. Érdemes-e? Hiszen tudjuk, hogy Józsefnek ez, József esetében ez valamennyire visszájára is sült el. Na most, mint férfi, vagy mint rabbi válaszoljak erre? Mindeket érdekel. Minden. Akkor húzzunk sorsot, akkor először húzzunk cetlit, először kérem szépen, mint férfi válasszál. Mint férfi, miért is került börtönbe József? Mert kikosarazta Potifárnét. Így igaz. Vagyis a Potifárné zaklatta őt, ő pedig nem. Nemet mondott. Erről beszéltünk, igen, a múlt héten. Így van. Na most hát azért ez nem főben járó bűn, kikosarazni a főnöknőt. Úgyhogy ártatlanul ült a börtönbe, bosszúból. Rabiként pedig, hogy kérhet-e protekciót, hát miután ártatlanul ül, hát azt ne nevezzük protekciónak, igazságot kérhet, és akkor engedjék ki, mert ez nem egy indok arra, hogy börtönbe üljön. Tehát a főpohárnoktól kér, de szintén van egy érdekessége még a heti szakasznak. Sok érdekessége van, de a hetes szám megjelenése. A világ teremtése óta, amikor ugye hetedik napon megpihen Isten, attól kezdve a hetes szám végigvonul szinte az egész Ótestamentumon különböző témákban. Ez egy kabbalisztikus, állandóan visszatérő szám, a hetes. Nyilván visszavezethető a hetedik napra, a Sábeszra, de itt ebben a heti szakaszban, az álmokban is leginkább a hetes szám szerepel. Ha most már az álomról átérünk, akkor elmondjuk, hogy Isten őriz, hogy valaki a magyar nyelvet a héberből eredeztesse, teljesen véletlen, úgy mondjuk, hogy az álom héberül halom. Tehát nagyon hasonlít hozzá,
az ilyen összehasonlító nyelvészetnek a legnagyobb buktatója az, hogy igaz, hogy két nyelvbe egyforma, és kiderül, hogy egy harmadikból származik mind a két nyelv, és onnan vesz át kifejezéseket. Tehát halom álmodik, és mikor ezt a pohárnok a fáraónak elmeséli, Rashi, a Biblia magyarázó elmondja, hogy lekicsinlően beszélt Józsefről. Ugye van itt a börtönben egy ilyen akárkicsoda, egy szolga, valami ruhája, piszkos ruhája van, nem is ismeri a nyelvünket. Az álomfejtéshez viszont ért. Most a fáraó álmodott, ugye nem tudom, ugorjuk át a hét kövérten, hét sovány, vagy adjuk nem, elő. Hát előadni nem kell, de beszéljünk róla, mert ez fontos. Tehát persze a saját álomfejtőit hívja először a fáraó a hét kövértehénnél, vagy a hét soványtehénnél, a hetes számnál, és azt jósolják neki, hogy hét lányot fog születni, és mind a hét meghal. Hát ez nem nagyon tetszett neki. Ekkor áll elő a pohárnak, és lekezelően beszél Józsefről, nehogy még csak meggyanúsítsák azzal, hogy ők tulajdonképpen le van kötelezve. Igen. Szintén neki megfejtette az álmát. Hivatja Józsefet, elmondja hét kövér tehén a folyóból, hét sovány tehén elnyeli a hét kövéret, de nem látszik meg rajtuk. Egy száron hét kalász, gyönyörű kalászok, utána egy száron hét sovány kalász, a hét sovány kalász elnyeli a hét kövérkalász, de nem látszik meg rajtuk. És akkor József zsigerből megjósolja, hogy jön a hét bőesztendő, hét szűkesztendő, és olyan ötletelésbe kezd, olyan kreatívvá válik, hogy egy nap alatt megkapja az alkirályi címet, a pecsétgyűrűt és hintót a fáraótól, mert hogy adókat vetett ki, raktárakat épített, hogy majd a hét bőesztendő után felkészüljenek a hét szűkre. És bejön a jóslat, arról már beszéltünk a múlt héten, hogy profétai tulajdonságokkal is meg van áldva. Tehát nagy emberré válik a fáraó udvarába, bejön az éhség, és a történet úgy folytatódik, hogy a Jákobék, csak a testvérek értesülnek róla, hogy ott van élelmiszer. Ezért Jákob elküldi a fiait, kivéve Benyámint, a legkisebbet, igen, hogy szerezzenek élelmiszert. Ők szó szerint beszivárognak Egyiptomba, különböző határátkelőkön, nevezük így zöld határa, migránsok. Na, beszivárognak, és ez jó ürügyet szolgáltat arra, hogy József úgymond bosszút álljon rajtuk mindazért a sérelemért, amit ők okoztak neki, kémeknek nevezi őket, mikor már végre találkoznak. Ők nem ismerik meg Józsefet, de József felismeri őket. Akkor ez a kérdés, hogy és itt megint bejön az emberi viselkedés, hogy ő próbára akarja ítenni őket, vagy valóban bosszút akar állni. Mi az, ami őt mozgatja? Mert ez lett a másik, amit én szerettem volna megkérdezni, hogy hirtelen két történet áll egymással szemben. Van a testvérek története, és van József története. És ezt a két történetet, mint tudjuk, előbb vagy utóbb egy szintre kell hozni, hogy meglegyen a rendes dramaturgiája, föl legyen építve. De hogy ezt miért kell csinálni? Tehát, hiszen ő, amikor találkozik a testvérével, akkor az érzelmek megszólalnak benne. Igen, hát el lehet játszani a gondolattal, hogy mi lett volna fordítva van, hogy a testvérek lesznek Egyiptomban nagy emberek, és a József jön oda élelmiszerért. De mindesetre, hát József végül megkönnyörül rajtuk, ugye visszacsempészi a pénzt a zsákjukba. Igen, ami különlegesen fontos jelenet ebben a... És utána diplomatává válik, és azt mondja, hogy ott tartja Simont Túsznak, mert Benyámint el kell, hogy hozzák, miután már leleplezték magukat, ki kicsoda, tehát el kell hozni Benyámint, és hát Jákob ennek nem előreláthatóan nem örült volna. És megint a hetes szám, így igaz, továbbjába is a hetes szám, mégpedig a eheti haftarába, mert Mikéc heti szakaszát mindig Hanukakor lejnoljuk,
és Zechária prófétánál a hétágú lámpás bukkan fel a menóra, a zsidóság legnagyobb jelképe, number one. Nem a Mogen Dovid, hanem a menóra. Nem tévesztend össze a Hanukiával, hiába van most Hanukakor. A Hanukia az 9 ágú, a menóra pedig 7 ágú. És hogy mennyire Izrael jelképe, hát Izrael állami címerében és a zászlóján is mindig megjelenik a menóra. Visszakapcsolva a heti szakaszhoz, tehát folytatóig a 7-es számnak a jelentősége, és végül ugye Jákob felkerekedik, de előtte még amikor Benjamin is megjelenik, még van ott egy kis csavar a József viselkedésébe, belecsempész egy ezüst serleget a hátizsákba, egy ürügyet arra, hogy ott tarthassa. Na mostan a vége a történetnek, fölköltözik a család, és 17 évig együtt élnek Egyiptomban. De ez most már majd a következő szakasznak a... Agi, akkor fogunk róla beszélni pontosan. Hanukka most az érdekesebb. Ezt igen, igen. A rendszerváltás óta terjed a Hanukarácsony nevű kifejezés, pláne amikor összeesik a kettő, és ez nagyon gyakran összeesik. Azon kívül, hogy mind a kettő fényt sugároz a sötétbe, semmi köze a kettőnek egymáshoz. Na most családok, zsidó családok többségénél ismerve a vegyes házasságok magas arányát, együtt ég a kettő, tehát karácsonyfa is van, meg Hanukia is van. Ez egyre jobban terjed, ahogy nemzedékek jönnek, mennek, és váltakoznak a különböző vallási értékek. Nincs ebben semmi különös, mondjuk vallási vezető ne tegyen ilyet, mert egyszer volt egy világi vezető a Sipucába, akinek azért kellett elmennie, mert a következő, az utóda bekukucskált az ablakon, és látta, hogy karácsonyfa van, egy kis gyereke volt, kislánya, és karácsonyfája volt. Ennek mennie kellett. Ma már nem vagyok biztos benne, hogy leváltanának bárkit, hogyha ilyet látnának. Csak nehogy a végén kötelező legyen, pár év múlva, úgyhogy... Hoppá, bocsánat, közben leesett a mikrofonom, fölveszem, elnézést. Képzelem, mit akartál mondani? Nem, van Isten. Nem, én ezzel úgy vagyok ezzel az egésszel, bocsánat, most visszarakom. Remélem nem fogom nagyon elrontani. De igen. Fogom a kezemben, mert hogy nem tudom kinyitni, mert ügyetlenkedem. Sajnos, fogom így a kezemben. Én ezzel úgy vagyok, ezt el kell nekem mondanom, hogy én nem állítok karácsonyfát. Ez teljesen természetes számomra. Azoknál a családoknál, akik ezt a hanukarácsonyt űzik, azért vagyok egy fokkal, egy nagyon icipicivel megengedőbb talán, vagy nem vagyok benne biztos, hogy rábízzuk a gyerekre, hogy x év múlva, x idő múlva ő eldöntse, hogy vagy ezt, vagy azt. Vagy ő folytatja akár mind a kettőt. Tehát, hogy nem, én nem támogatom, de elfogadom, hogy van ilyen. Inkább így fogalmazok. Péter, ez ugye te se gondolod, ez komoly, hogy ez csak egyszer egy évre korlátozódik ez a kettős? Nem. Természetesen nem. De most magáról az ünnepről beszélünk. Hát, ha csak nem a skizofréniára gondolsz, hogy azt viszi tovább a gyerek, mert nem, látja, hogy kettős, és neki nem kell választani, ő tovább viszi, hogy kettős szimbólum legyen, továbbra is Hanukia és karácsonyfa. De nem feltétlenül kell neki választani, mert abban nő fel, hogy nem a szülők se választottak. És amit a gyerek otthon lát, azt viszi tovább. Értettem. De nehogy még félhold is legyen harmadik
Nem. Na, ugye nem a Rajs Hajdessal kapcsolatban, ami most van. Természetesen ezt is megértettem, hiszen héten, igen, most lesz így igaz. Az egy harmadik vallás. Jó, értettem. Minden esetre azért fontos az, hogy szerintem, és akkor hogy a Hanukát azt megtartsuk, és tartsuk meg Hanukának. Mert ne keverjük össze valóban a kettőt. Nagyon érdekes volt az is, hogy jártuk az utcát, voltunk este, meglátogattuk ismerősöket, mindenki Hanukát tartott, természetesen, ahova mi elmentünk. De olyan furcsa volt nézni, hogy teljesen kihalt úgymond a város, például akár 24-én este, meg 25-én is, és akik jártak, keltek az utcán, azok között, hát úgy találtuk, hogy nagyrészt voltak zsidók. Ez nagyon érdekes volt. Nagyon sok izraeli turista volt most a napokban. Hát ez természetes, tudnék, a nem zsidók, hát a keresztények ilyenkor családi körben, meg rokonság körében, meg elutaznak, hogy együtt legyenek a családok, nem ők járkálnak az utcán. Zsidók pedig szintén, hát nincs közlekedés, pláne ugye első este, kocsival mehetnek szintén család, rokon látogatásra. Nincs mit csinálni lényegében véve ilyenkor, vagy hát most már igen, de volt, amikor még nem volt számítógép, meg egyebek. Tehát vagy elmentek a nyugati térre, Hanuka gyertyagyújtásra. Ezt szerette volna megkérdezni tőled. Tudtam, hogy provokálni akarsz. Hogy otthon, vagy nyilvánosan gyújtsunk. Aki elmegy, nincs vagy, tudom, de... Aki elmegy, nem csak a nyugati térre, zsinagógába, ahol gyújtanak, nincs felmentve az alól, hogy otthon ne gyújtson, mert így már gyújtottak. Igaz. Eltérően más ilyen hasonló szertartástól. Tehát otthon is kell gyújtani, vagy kellene, mert most még, amikor az adás van, még Hanuka van javából, tehát otthon is kell gyújtani. Sőt, ma este, hiszen péntek este, különlegesen kell gyújtani, és ezt most mindjárt megkérdezzük, hogy hogyan is kell gyújtani, mert ez nagyon figyelni. Egész szombat különleges ez mint a héten. Igen. Ez nem gyakran esik össze, hogy az újhold, arra is Hajdes, a Hanuka, Sábesz egy napra essen. Következésképpen a liturgia megváltozik, három tórából lejnolunk. Így igaz. Na most ilyenkor a luáhok, a zsidó naptárak átveszik a tavalyi, meg azelőtti standard szöveget, hogy ahol nincs három tóra, akkor vegyék elő az elsőt. Tehát nem olyan egyszerű, hát azt át kell lapozni, nem egyfolyt ugyanazt olvassuk. Tehát ez a mondat mondjuk, hogy távol áll a mindennapi élettől. Tehát három tórából olvasunk, teljes halélt mondunk, és a hanukai betoldásokat, ugye, a Mátisziáhúról, és ami főleg a szentéről szól, és nem a polgárháborúról. Világos. És péntek este hogy gyújtunk gyertyát? Péntek este előbb kell meggyújtani a Hanuka gyertyákat, és utána a péntek esti gyertyát. Ez különböző bróhekat von maga után, vagy maga mellé, mert a szombati gyertyagyújtás után már tilos lenne mást gyújtani. Hát remélem figyeltek, hogy hogyan kell ma este gyertyát gyújtani, mert fontos, hogy Hanuka minden estején gyújtsuk gyertyát. De ami ennél is fontosabb, illetve nem, ennél nincs fontosabb most, de ami ezen kívül még fontos, hogy menjenek el péntek este, menjenek el szombat reggel zsinagógába, hallgassák meg a mostani heti szakaszt, hallgassák meg, hogy milyen az a nap, amikor három tórából olvasnak, és nézzék meg, milyen egy új hónapköszöntés, érdekes lesz, higgyék el. Találkozunk a jövő héten, amikor úgy szintén a következő heti szakaszra fogunk foglalkozni. Addig is a legjobbakat kívánjuk, minden jót, jó szombatot, Shabbat Shalom, Good Shabbos. Akkor ma délután 3:30-kor a Tököli úton. Good Shabbos.